A 2023-24-es nevelési évben 92 gyermeket érint az óvoda kötelezettség Kiskörösön. Április 26-án és 27-én a kiskörösi óvodák valamelyikébe azokat a gyermekeket kellett beiratniuk a szülőknek, törvényes képviselőknek, akik gyermeke augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét. Voltak azonban olyan óvodaköteles gyermekek is, akiket nem irattak be egyik intézménybe sem. A kiskörös és vonzás körzetében összesen az oktatási hivatal által kiállított lista alapján 98, illetve plusz 12 gyermek az, aki óvodaköteles. Ebből a létszámból most 14 fő még nem iratkozott be. Őnekik szeretném üzenni, szólni, hogy augusztus utolsó kettő hetében lesz majd a pótbeiratkozási időpontja, amit meg fogunk majd hirdetni. A 2023-24-es nevelési évre 19 gyermeket irattak be a Kőrisfa óvodába, 26-ot a Batthyány óvodába, 14-et a Szűcsi óvodába és 9-et az Erdőtelki óvodába. A szülők a beiratkozási lapon jelölhették azt, hogy melyik a körzetes óvodájuk és melyik óvodába kívánják járatni a gyerekeiket. Ezeket a kéréseket el fogjuk bírálni az elkövetkezendő 15 napon belül, megkapják az értesítést, hogy gyermekük melyik óvodában nyert felvételt, és miután megkapják az értesítést, az óvodapedagógusok, az aktuális óvodapedagógusok leendő kis csoportos óvónénik kiküldik majd a szülőknek a tájékoztató értesítőt. Az óvodai beszoktató programok, mint például a kukucskáló vagy az óvodanyitogató napok időpontját minden intézményben egyénileg jelölik ki, melyekről szintén előzetes tájékoztatást fognak kapni a szülők. Már beiratkozáskor is lehetőséget biztosítottunk arra, hogy a beiratkozásra a kisgyerekkel érkezzenek a szülők. Hát nagyon fontos, hogy megismerje a kisgyerek, legalábbis ismerkedjen azzal a környezettel, ami majd nem olyan sokára majd az otthonává válik, illetve részleges otthonával, hiszen a nap nagy részét itt is fogja tölteni. Tehát biztosítunk lehetőséget arra, hogy egy kicsit ismerkedjenek a környezettel. A változás azért félelmeztő, egy kicsit ijesztő is a gyerekek és a szülők részére is. Úgyhogy ez fontos számunkra, és a kukucskálók meg a nyitogatók, hogy közvetlenül megismerkedjenek az óvodapedagógusokkal, esetleg a csoporttársakkal. A 2023-24-es nevelési évben egyébként 116 gyermek hagyja el a kiskörösi óvodákat, és kezdi meg ősztől az általános iskolai tanulmányát.